Sajnos itt újra hibázott. Nézzük még egyszer lassításban. Ez volt az utolsó verőhibájalónak a 10-es számú akadályon. Itt pedig Horváth Balázs és Frederik. Svéd tenyésztési szürkemén, az apja Roderik, az anyai nagyapja pedig Irko Márko. Több magyar bajnoki győzelem és számos nemzetközi nagy díj első helyezés. Ez írható eddig Frederik és Horváth Balázs számlájára, mert Frederikkel Schäringer Ferenc is nyert OB-t. Gyokszer, aztán pedig meredek, ez volt a hármasugrás, a kombináció. Hatvágtaugrásos vonal. Aztán a kettes ugrás, meredek okszer. És a pálya befejező szakasza következik most már. Itt egy verőhiba 4 hiba pontért. A vonal elejét az okszert ütötte Frederik. És aztán leesik az utolsó akadály is. 8 hiba pont. Az összevetést látjuk most. Horváth Balázs, akit az imént Frederikkel láthattunk, most Eternelivel következik. James Wingrave lovagolta ezt a sötétpej heréltet, amelyet Michael Bullman tenyésztett, Esprit az apja, és a Túri József által nemzetközi szinten lovagolt Vitál az anyai nagyapa. Nagyon jól ment vele a Papp László sportarénában. Az első alkalommal megrendezett OTP lovas világkupán Horváth Balázs parádézott a nagydíjban, aztán egy kolika műtét miatt viszonylag hosszabb időt kellett kihagynia ennek a nagyszerű lónak. Hibátlan lovaglás, 33,40 másodperc. Bogár István és a Loradus Aldato kettes származású pejkanca Lili. Itt egy verőhibát láthattunk. Bogár István kitűnő, klasszis lovas, sok-sok nemzetek díja versenyszámot és nemzetközi nagy díjat lovagolt a magyar válogatottért. Nem könnyű lovaglású ló ez a Lili. Itt láthattunk ismét egy verőhibát. Aztán ez a vonal következik. Nyolc hiba pont, 35,18 század másodperc alatt. Jön Schäringer Ferenc és a fiatal Lexon Leuten egy Le Mexico a származása ennek a lónak, és én úgy gondolom, hogy nagyon ígéretes utánpótlás lóról van szó. Ez a ló sem volt éppen könnyen lovagolható, lovasa és tulajdonosa elmondása szerint a kezdet-kezdetén, de aztán fokozatosan felnőtt a legnagyobb feladatokhoz, és igazán kíváncsi vagyok arra, hogy hogy fog szerepelni majd a magyar bajnokságon ez a Lexon. Hibátlan lovaglás, 32,82 század másodperc, és ez az első helyet jelenti Lexon és Schäringer Ferenc számára. Nézzük az eredményhirdetést. Nyert tehát Schäringer Ferenc Lexonnal. A második helyen Horváth Balázs és Eternali, harmadik pedig Bogár István Lilivel. Ismét egy beszélgetés az A3 győztesével, Schäringer Ferenccel. Ott hagytuk abba, hogy akkor lennél elégedett, ha győznél Lexonnal, akkor most? Akkor most nagyon elégedett vagyok. A lóval nagyon jól teljesített, és tényleg most kezdte ezt a magasabb kategóriát. Az miért volt, hogy tulajdonképpen mindenki hibázott az alappályán? Mi volt ennek az oka? Még az év eleje van is, és most szinte az első kinti verseny, eddig a Fedelesbe versenyeztek, sokkal nagyobb a hely, másabb, kicsit furcsa a lovaknak.
És mik a tapasztalatok most így a lóval verseny után? Nagyon biztatók. Azt gondolom, hogy ha így folytatja a szezont, akkor esetleg a magyar bajnokságra oda tud érni, hogy tudjak elindulni. Ez volt tehát Kecskemét, ez volt a korosztályos verseny, és természetesen láttuk az A2-es és A3-as versenyszámokat is. Találkozunk legközelebb is, viszontlátásra!